Sziasztok! Szeretnék nektek egy újabb kis videót bemutatni, méghozzá most per pillanatta ismét Eurotruckozunk egyet. Méghozzá Sim Dashboard. Pofon egyszerű és szerintem baromira jó egy dolog. Mutatom is, hogy hogyan, jó? Tehát rém egyszerű. Amivel kezdünk, Google. Ide beírjuk, hogy Sim Dashboard. A PC még nem is muszáj, a legfőső kell, ami nekünk kell, ez így fog kinézni. Itt őrán rákattintva, megpróbálok egy kicsit rázoomolni, hogy jobban lássátok ti is. Bocsánat, azaz, talán így már jó lesz. Őrán kattintva letöltitek a programot, és egyszerűen telepítitek. Fogtok egy ilyen ablakot kapni, nyilván, amire majd mindjárt rátérünk. Ha ezt letöltöttük, itt alul, ott alul meg fog jelenni az ikon. Ez állandóan fog futni a háttérben, ami nem nagy probléma, hála jó égnek. Elindítjuk magát az alkalmazást a számítógépünkön. Egy dupla klikkel engedi, így van. És őt kaptuk itt meg. Rámegyünk itten, hogy Games. Itt kiválasszuk azt a játékot, amivel nyilván szeretnénk majd játszani, és ugye a kompatibilitás érdekében muszáj lesz sajnos ezeket installálni. Ami annyit jelent, hogy csak rákattintasz, itt ki fogja ezt dobni, és itt tudom én, nálam itt van a Farming Simulator 19, amit még nem konfiguráltam, mert még nem játszottam vele. Rá fogtok itt menni, hogy Modify Game Config for Telemetry. Erre csak egyszerűen rákattintasz. Igen. És már kész is. A játékon belül majd a Farm Simulatornál ezt be kell állítani. De ez most nem a Farm Simulatoros videó. Nos, ugye mint látszik az Euro Truck 2-nél már ezt megcsináltuk. Az American Truck 2-nél, vagy az American Truck Simulatornál is ezt már megcsináltuk. A következő lépés, ehhez egy kicsit lejjebb hajtom a kamerát, így, hogy egy tableten, vagy egy telefonon, vagy bármin, egyszerűen belépünk a Play áruházba, itt rákeresünk a Sim dashboardra, ugye nekem ez már le van töltve, egyszerűen én most csak rámegyek, hogy megnyitás, de ti menjetek rá, hogy letöltés. Oké, én ezt most törlöm, meg ezt is törlöm, hogy meg tudjam nektek mutatni. Jó? A számítógépen lévő alkalmazásban egyelőre más nem kell csinálnatok, csak lerakjátok ablakba. Nos, remélem jól látható. Megpróbálom itt egy kicsit errefele fordítani, hogy a kamerán keresztül elmentek erre a három darab csikra. Itt ki lehet választani magát a játékot, hogy melyiket szeretnétek. Nyilván megpróbálom idehozni. Így, talán így látható. Azaz. Hogy? Vannak különböző játékok. Lemegyünk legalulra. Ezt el szeretném mondani, hogy érdemes frissíteni a Pro verzióra. Már csak azért is, mert hát a sima verzióban nem igazán sok minden elérhető, az a probléma. Én ezt megtettem már, én megvásároltam az American Truck Simulatorhez és az Euro Truck Simulator 2-höz, ez 1000 forint volt. Tehát igazániból semmi. A Pro verzió után már sok minden elérhető. Nos, visszamegyünk ide. Beállítások. Állíts be a PC-det. Azaz. Oké. Rámegyünk itt, hogy következő. Visszarakom ide lentre. Remélem látható így. Megpróbálok a kamerával egy kicsit játszani. Egy pillanatot kérek, hogy lássátok ti is. Csak közben oda van a kormányom is. Na, talán így. Rámegyünk, hogy következő. Wi-Fi beállítás. Következő. Oké.
Itt van felajánlja, hogy automatikus vagy kézi beállítás. Én mindenképpen javaslom az automatikus beállítást, kevesebb macera is teljesen jól működik. Meg fogja találni ugye a számítógépedet, mert ugye a számítógépeden már installálva van a program, és fut is, ugye futnia kell. Következő, itt most leteszteli a szervert, ezt nem muszáj végigvárni, itt a nyugodtan rámehettek, hogy következő, megérkedtem, hogy a készülék IP címének meg kell egyeznie. Igen, ugye ezt az előbb megcsináltuk, a játék konfigurálása, sajnos egy-két játéknál ezt meg kell csinálni. Következő, befejez. Oké. Okay. Akkor innen kilépünk, és egy ilyen üres oldalt fogtok kapni. Nos, a kis tollacskára rákattintva, plusz, és akkor widget kinézet hozzáadása. Itt ugye föl fogja ajánlani azt, hogy új kinézetet készíthetsz te saját magad, vagy egyszerűen sablonok között böngésze. Én ezt javaslom. Itt ugye ezek a beépített sablonok, ez itt is, hogyha nem vásárolod meg a Pro verziót, hála jó égnek ezt csak egyszer kell megvásárolni, akkor itt is egy csomó minden nem lesz elérhető. Javaslom viszont, ha már megvásároltad a Pro verziót, akkor a közösségieket kipróbálni, és innentől kezdve itt bármilyen lehetőségek adódnak. Tehát itt emberek foglalkoznak ezzel, hogy ilyeneket elkészítsenek, eszméletlen sok minden van. Én most kitaláltam azt, hogy kiválasztom mondjuk ezt, így bemutatom nektek. Oké. És ugye mivel minden kijelző más, telefon is és tablet is méretben is különbözik, ezért itt rámész, hogy Change Scaling. Én javaslom a centert, de igazándiból bármit beállíthatsz magadnak, amit szeretnél. Én javaslom a centert, az teljesen megfelel az én személyem szerint. Oké, beállítottuk centerbe, pipa, és már készen is van a dolog. És most az következik, hogy mutatom a játékban. Ez ismét egy kicsit hátrább húzzuk a kamerát. Úgy. Így talán jók leszünk, így látjátok, ahogy nyomkodom a gombokat is, meg mindent. Belépünk a játékba, ugye itt fönt nekünk mutatja, hogy ez már fut. Oké. Most annyit mutatnám, hogy ugye fék be van húzva, meg minden. Adunk rá egy kis hangot, hogy tényleg halljátok. Ha rányomok arra, hogy Start Engine, akkor elindul a motor. És ennyi. Ha mit tudom én, a villogót szeretném bekapcsolni, akkor a villogót kapcsolom be. Lámpát ki. Kézifék. Ez például ugye a leeresztés. Akkor ugye a felhúzás. És egyébként egy csomó ilyen widget van, vagy widget, vagy minek hívják ezeket. És rengeteg mindent be tudsz állítani, vannak műszerfalak, van izé. Hogyha esetleg olyan widgettel találkozol, ami ugye nem csinál semmit a te gombjaid között, akkor ez nagyon egyszerű. Bámész a beállításokra, gombok, és most azt mondjuk neki, hogy ugye mivel ez egy ablak lehúzó és felhúzó szindróma, vagyis hát billentyű, ezért azt mondjuk neki, hogy jobb oldali ablak leengedése az ő, jobb oldali ablak felhúzása az ő, bal oldali leengedése az ő, bal oldali felhúzása pedig ő. És ugye simán érzékeli a gombokat, mivel beállítottuk ugye már a telemetriát, ezért most, hogyha bemegyünk a kamionunkba, és azt mondjuk neki, hogy húzd le az ablakot. És le fogja húzni az ablakot. És már be is állítottuk a tabletunkon is a gombokat. És fel is húzza gyönyörűen. Ha a kéziféket akarom kiengedni, akkor megnyomom ezt. Le tudom állítani a motort. Világítás. Tompított távolsági. A villogót már mutattam, vészvillogó, túloldalt is működik nyilván az ablak leeresztésünk,
Nyom a leon, bocsánat, akkor fel. És tableten keresztül egy csomó gombot hozzá tudunk adni, ami esetleg mondjuk hiányzik a kormányunkról, mert nekem egy Hori Racing Wheel Overdrive-om van, amivel én használom per pillanatnak az Euro Truck Simulatort és az American Truck Simulatort, és sokszor hiányzik egy jó pár darab gomb, ami egyébként tényleg jó lenne és szükséges lenne, de nem tudok annyit konfigurálni, mivel nincs annyi gomb. Állandóan a billentyűzeten keresgetni a gombokat, hát meg azt elég nehéz megjegyezni. Itt viszont képen láthatóan van minden, és ez egyébként ez egy nagyon hibátlanul működő applikáció, könnyű beinstalálni, amit mutattam. Konfigurálás, onnantól kezdve vásárold meg a Pro-t, ez fontos, mert tényleg nem sok mindenhez fog hozzáférni. 1000 forint tényleg mindkét játékhoz egyszerre. Nos, Sim Dashboard, Roland voltam, kellemes ünnepeket kívánok nektek, remélem tetszett a videó, esetleg a kérdésetek van, szóljatok nyugodtan. Sziasztok!